Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők. Soha nem feledem, Hallani vélem a hangodat még, Volt egyszer rég, egyszer rég. A Kerted Hogy Van Erkül Poháró takaros csomóba rendezte maga előtt a leveleit. Fölvette a legfelsőt, megnézte a feladó címét, majd szép tisztán felvágta a borítékot egy kis papírvágó késsel, melyet ecélból tartott a reggeliző asztalon, és kihúzta a tartalmát. Ez egy újabb boríték volt, bíborvörös pecsétviaszsal gondosan lezárva, ezzel a felirattal, privát és bizalmas. Erkül Poáró szemöldöke felszökött tojásdat fején. Patience, nous allons arriver, mormolta, és újból használatba vette a kis papírvágót. Ezúttal egy levél került elő a borítékból. Reszketeg, szálkás betűkkel írt levél. Több szó is vastagon alá volt húzva benne. Erkül Poáró széthajtogatta, és olvasni kezdte. A levél tetején ismét csak ez állt. Privát és bizalmas. A jobb felső sarkában a lakcím: Rosebank, Charmans Green, Buckinghamshire, és a dátum március 21-e. Kedves Monsieur Poirot, Egy régi és nagyra becsült barátnőm ajánlotta figyelmembe Önt, aki tisztában van vele, mennyire kétségbe vagyok esve mostanában. A körülményeket természetesen a barátnőm sem ismeri. Ezeket teljes mértékben eltitkoltam előle, mert a dolog merőben magántermészetű. Barátnőm biztosított róla, hogy ön igen diszkrét, s hogy semmiféle rendőrségi ügybe nem fogok belekeveredni, mert ezt, ha a gyanum beigazolódik, mindenképpen szeretném elkerülni. Természetesen lehetséges, hogy tévedek, Ma már nem vágója jól az eszem, hogy magam derítsek fényt a dologra. Álmatlanságban szenvedek, és múlt télen nagybeteg voltam. Tehát sem eszközeim, sem képességeim nincsenek ehhez. Másfelől még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy igen kényes családi ügyről van szó, és lehetséges, hogy több okból kifolyólag az egészet szőnyeg alá akarom majd seperni. Amint a tényekkel tisztába jövök, magam akarok intézkedni. Remélem, e tekintetben világosan fejeztem ki magam. Ha vállalja megbízásomat, kérem értesítsen a fenti címen. Üdvözlettel, Amélia Baróbé. Poirot kétszer is elolvasta a levelet. Kisé megint felszökött a szemöldöke. Azután félretette a levelet, és a következő borítékért nyúlt. Pontosan tíz órakor belépett a szobába, ahol magántitkárnője Miss Limon várta az aznapi utasításokat. Miss 48 éves, nem különösebben vonzó külsejű hölgy volt. Azt a benyomást keltette a szemlélőben, mintha egy rakás csontot átabotában összehajigáltak volna. Mániákus rendszeretete szinte poáróéval ért fel, s noha képes volt gondolkodni, ilyet csak akkor tett, ha megkérték rá. Poáró átadta neki a reggeli postát. Ezekre, mademoiselle, legyen kedves a megfelelő hangnemű elutasítással válaszolni. Miss Limon átfutotta a különféle leveleket, és hieroglifa szerű széjjegyzetekkel látta el őket. Ezek csak is az ő számára voltak kihüvejezhetők, és efféle kódokból álltak. Hízelgés, pofon, doromb, kurta, és így tovább. Ezzel végezvén bólintott és felnézett újabb instrukciókra várva. Poirot átnyújtotta Amelia Baróbi levelét. Miss Slimen kivette a dupla borítékból, átolvasta és kérdő tekintettel felpillantott. – Igen, monsieur Poirot? – ceruzája lecsapni készen az író tömb fölött. – Mi a véleménye erről a levélről, Miss Limon? Miss enyhe homlok ráncolással letette a ceruzát, és újból elolvasta a levelet. Egy levél tartalmának csak is abból a szempontból volt jelentősége Miss Slimen számára, hogy megfelelő választ fogalmazzon rá. Gazdája nagy ritkán nem csak hivatali, hanem emberi képességeit is igénybe vette. Ez enyhén bosszantotta Miss Limönt, lévén majdnem tökéletes gépezet, akit teljesen, sőt káprázatosan hidegen hagytak az emberi ügyek. Nagy élet célja az volt, hogy kidolgozza a tökéletes nyilvántartási rendszert, amely mellett minden nemű nyilvántartási rendszerek eltörpülnek éjszakánként erről a rendszerről álmodott. Mindazonáltal teljes mértékben képes volt eligazodni a tisztán emberi ügyekben is, mint Poáró nagyon jól tudta. Nos, kérdezte. Öreg hölgy, felelte Miss Limon, alaposan be van gyulladva. Mármint, hogy ég a belseje? Miss Limon úgy vélte, Poirot épp elég ideje él Nagy-Britanniában, hogy a helyi szlenget megértse, ezért nem is válaszolt. Rápillantott a kettős borítékra. Nagyon titkolózó, mondta. Valójában semmit sem árul el. Igen, mondta Erkül -Poáró, erre én is felfigyeltem. Miss Limön reménykedve ismét a tömb fölé emelte ceruzáját. Erkül Poáró ezúttal engedelmeskedett. Közölje vele, hogy megtiszteltetésnek tekinteném, ha egy általa megjelölt időpontban felkereshetném, ha csak nem akar ő maga idejönni és ne gépelje, írja kézzel. Igenis, monsieur poáró Poirot. Poirot további leveleket vett elő. Ezek itt számlák. Miss Limon ügyes keze fürgén szortírozta őket. Kifizetem mindet, kivéve ezt a kettőt. Miért azt a kettőt? Semmi hiba nincs bennük. Ezektől a cégektől csak mostanában kezdett vásárolni. Nem jól veszi ki magát, ha rögtön törleszt ott, ahol épp hogy megnyitotta a folyószámlát. Még azt hinnék, később majd adósságot akar fölhalmozni. – Ah! – mormolta poáró. Meghajolok az ön felsőbbrendű ismeretei előtt a brit kiskereskedőket illetően. – Alig ha van, amit ne tudnék róluk – mondta Miss Limon szigorúan. Miss Amelia Barobi-nak tehát levelet írtak, és elküldték, de válasz nem jött. Talán, gondolta Erkül az öreg hölgynek sikerült fény derítenie a rejtére. Mégis csodálkozott, amiért nem írt pár udvarias szót, közölve, hogy a továbbiakban nem tart igény szolgálataira. Öt nappal később Miss Limon, miután megkapta az aznapra vonatkozó utasításokat, így szólt. Az a Miss Barobi, akinek írtunk, nem csoda, hogy nem válaszolt. Meghalt! Ah, meghalt mondta nagyon halkan Poáró. Ez nem is annyira kérdésként, mint inkább feleletként hangzott. Miss Limon kinyitotta a táskáját és elővette egy újságkivágást. A föld alatt én vettem észre és kitéptem. Helyeslően regisztrálva magában a tényt, hogy noha Miss Limon azt mondta kitéptem, valójában precízen kimetszette ollójával, poáró átfutotta a közleményt, amely a reggeli hírek születés, halálozás, házasság rovatából származott. Március 26-án a Charmens Greeni Rosebankben 73 évesen váratlanul elhunyt Amelia Jambarobi, virágokat mellőzni kéretik. Poáró újból elolvasta. Váratlanul, morogta a bajsza alatt, majd határozott hangon megszólalt. Volna szíves megírni egy levelet, Miss Limön. A ceruza felemelkedett. Miss Limön a nyilvántartási rendszer bonyodalmain elmélkedve, akkurátus gyorsírással jegyezte. Kedves Miss Barobi, nem kaptam választ öntől, de mivel pénteken Charmens Green környékén leszek, felkeresem, hogy a levelében említett ügyet részletesen megvitathassuk. Kiváló tisztelettel, stb. Legyen kedves legépelni. Ha tüstént postára adjuk, még ma este odaérhet Charmens Greenbe. Másnap délelőtt fekete szegélyű borítékban válasz jött a második postával. Tisztelt Uram! Levelére válaszolva közlöm, hogy nagynéném Miss Baróbi 26-án elhunyt, ezért az ügynek, amelyet említ, a továbbiakban nincs jelentősége. Üdvözlettel, Mary de la Fontaine. Poirot mosolygott magában. A továbbiakban nincs jelentősége. Á, ah, majd meglátjuk. Anne van, Charmens Greenberg. Rosebank olyan ház volt, amely már első pillantásra azt ígérte, meg fog felelni a nevének, amit a legtöbb osztálya és karakterebéli házról nem igen lehet elmondani. Poáró megállt a bejárathoz vezető ösvényen, és elismerően nézte a mindkét felől csinosan megtervezett virágágyakat. Az év későbbi szakára jó termést ígérő rózsafák, pillanatnyilag pedig nárciszok, korai tulipán, kék játszint. Ezt a legutolsó ágyást részben kagylókkal rakták körül. – Hogy is szól az az angol gyerekmondóka? – mondóka? – mormolta magában poáró. Te mogorva, Mary asszony, hát a kertet hogy van? Szívkagylókkal, csengetjükkel, cselédlányok sorban. Ha nem is sorban, tűnödött tovább, de legalább egy cselédlányka már itt is van, hogy teljesüljön a mondóka. Ugyanis közben kinyílt az ajtó, és egy főkötős kötényes kis cselédlány nézte gyanakodva a látványt. Egy tömött bajszó külhoni úr magában motyog az előkertben. Nagyon bájos lányka volt, kerek, kék szemű, rózsás arcú. Poáró udvariasan kalapot emelt, és megszólította. Bocsánat, itt lakik egy bizonyos Miss Amelia Baróbi. A cseléd eltátotta a száját, s a szeme még kerekebb lett. Jaj, hát nem tetszik tudni? Meghalt. Igen, hirtelen. Kedd este. Két erős késztetés között látszott ingadozni az idegenekkel szembeni bizalmatlanság és az osztályára jellemző élvezet között, amely a betegségeket és a haláleseteket szokták taglalni. Ez megdöbbent mondta Poáró, nem egészen híven az igazsághoz. Találkozom lett volna ma a hölgyel, de talán láthatnám a másik hölgyet, aki itt lakik. A lányka ezt két kedve fogadta. Az úrnőt? Hát, láthatni láthatná, de nem tudom, akar-e vendéget fogadni? Engem fogadni fog, mondta Poáró, és átnyújtotta a névjegyét. Ellentmondás nem tűrő hangjának meglett a következménye. A rózsás arcú cserédlány hátra lépett, és betessékelte Pohárót az előszobából jobbra nyíló nappaliba. Majd kártyával a kézben távozott, hogy felkutassa úrnőjét. Poáró körülnézett, a helyiség teljesen konvencionális szalom volt. Zabdara színű tapéta, tetején körbefutó szegélydísz, kifakult kretonok, rózsapiros párnák és függönyök, rengeteg porcelán műtyürke, Semmi kirívó, semmi karakterisztikus nem volt a szobában. Poáró, aki igen érzékeny volt, hirtelen megérezte, hogy egy szempár figyeli. Megperdült. Egy lány állt a francia ablakban, alacsony, fakúbőrű, szémfekete hajú és gyanakvó tekintetű teremtés. Belépett, s alig, hogy Poáró meghajolt, kitört belőle. – Miért jött ide? – Poáró nem válaszolt, csupán felvonta a szemöldökét. Maga nem ügyvéd, ugye? Jól beszélt angolul, de senki sem hitte volna angolnak egy pillanatig sem. Miért volnék ügyvéd, Madmazzel? A lány mogorván nézte. Azt hittem az. Azt hittem azért jött, hogy megmondja, az asszonyság nem tudta, mit csinál. Hallottam már ilyent. Jogtalan befolyásolás, így hívják, ugye? De ez nem igaz. Azt akarta, hogy enyém legyen a pénz, és enyém is lesz. Ha kell, én is fogadok ügyvédet. A pénz az enyém. Leírta, ezért így kell lennie. Nagyon csúnya látvány volt, állát előre szekte, szeme villogott. Nyílt az ajtó, egy magas nő lépett be, és így szólt. – „Ketrina!”. A lány összehúzódott, elvörösödött, motyogott valamit, és kiment a francia ablakon. Poirot az újonnal jött felé fordult, aki ezzel az egyetlen szóval így hatékonyan urrá lett a helyzeten. Hangjában tekintély, megvetés, árnyalatnyi, előkelő irónia csengett. Poáró rögtön megértette, hogy ő Mary Delafonten a ház tulajdonosa. Monsieur Poáró, írtam önnek, bizonyára nem kapta meg a levelemet. Sajnos távol voltam Londontól. Értem, ez mindent megmagyaráz. Hadd mutatkozzam be, nevem Delafonten, ő pedig a férjem. Miss Baróbia nagynéném volt. Mr. Delafonten olyan hangtalanul lépett be, hogy érkezése észrevétlen maradt. Magas, őszülőhajú, határozatlan modorú férfi volt. Gyakran pillantott a feleségére, nyilvánvalóan tőle várva, hogy a beszélgetést irányítsa. Végtelenül sajnálom, hogy gyászukban rátörtem önökre, mondta Erkül Belátom, hogy nem a maga hibája, mondta Mrs. Delafonten. Nagy Nagynéném kedd este halt meg, egészen váratlanul. Teljesen váratlanul, szúrta közbe Mr. Delafonten. Nagy csapás! Szeme az ablakot figyelte, amerre a külföldi lány távozott. Elnézést kérek, mondta Erkül Poáró, már megyek is. Egy lépést tett az ajtó felé. Egy pillanat, szólt Mr. Delafonten. Um, találkozója lett volna Amélia nénivel, azt mondja? Parfait mon. Talán mesélhetne róla, mondta a felesége. Ha bármit tehetünk, magán természetű ügyről volt szó, mondta Poáró. Én detektív vagyok, tette hozzá egyszerűen. Mr. Delafonten felborított egy porcelánfigurát, figurát, amelyet simogatott. Felesége értetlen arcot vágott. Detektív? És találkozója lett volna a nénivel? Milyen különös? Mereven nézte. Nem mondhatna valamivel többet, Monsieur Poirot. Ez, ez az egész olyan megdöbbentő. Poirot egy darabig hallgatott. Megválogatta a szavait. Nehéz eldöntenem, madám, hogy mit tegyek. Éde figyeljem, mondta Mr. Delafontaine. – Oroszokat nem említett? Oroszokat? Igen, tudja, borsikat, vörösöket, efélét. Ne butáskodj, Henri, mondta a felesége. Mr. Delafonten összeomlott. Bocsánat, ö, bocsánat, csak elgondolkodtam. Mary Delafonten nyíltan Poáróra nézett. Nagyon kék volt a szeme, ne felejts színű. Ha bármit elmondhat nekünk, Monsieur Poáró, örülnék, ha megtenné. Biztosíthatom, hogy okom van ezt kérni. Mr. Delafonten ilyetnek látszott. Csak óvatos a öreg lány, lehet, hogy nincs semmi az egészben. Felesége egy pillantással ismét belefolytotta a szót: Nos, Monsieur Poáró? Erkül Poáró lassan, komolyan megrázta a fejét. Látható vonakodással rázta, de azért rázta.-Jelenleg, madám felelte sajnos semmit sem mondhatok. Meghajolt, vette kalapját, és az ajtóhoz ment. Mary Delafonten kikísérte az előszobába. Boáró megállt a küszöbön és ránézett. Ugye szereti a kertjét, madám? Én? Igen, sokat kertészkedem. Je vous fais Még egyszer meghajolt, és a kertkapuhoz sietett. Amint kilépett rajta, és jobbra fordult, hátra nézett, és két dologra lett figyelmes. Egy fakó arcra, amely az első emeleti ablakból bámulta, és egy egyenes, katonás tartású férfira, aki az utca túloldalán járkált fel alá. Erkülpováró bólogatott magában. Definitívmó, mondta, ebben a lyukban bizony egér van. Mihez kezdje most a macska? Döntése nyomán felkereste a legközelebbi postahivatalt. Itt két telefonbeszélgetés bonyolított le. Az eredmény kielégítőnek látszott. A Charmans Greeni rendőrös felé indult, ahol Sims felügyelő után érdeklődött. Sims felügyelő nagy, testes, szívélyes ember volt. – Monsieur Poirot! – kérdezte. – Gondoltam! Épp az előbb beszéltem magáról telefonon a grófság főkapitányával. Ő mondta, hogy be fog nézni hozzánk. Menjünk a szobámba! Az ajtót becsukva, a felügyelő egy székbe tessékelte poárót, maga a másikba ült, és kíváncsi tekintetet vetett vendégére. – Maga aztán gyors volt, messzi poáró. Felkeres bennünket ebben a Rosebank ügyben, még mielőtt jóformán tudnánk, hogy ügy van. Mitől fogott szagot? Poáró elővette Amélia Baróbi levelét, és átnyújtotta a felügyelőnek. Utóbbi figyelmesen elolvasta. Érdekes, mondta végül. Csak az a baj, hogy sok mindent jelenthet. Kár, hogy nem részletezte a dolgot. Nagy segítségünkre lenne most. Vagy akár szükségünk se lett volna segítségre. Hogy érti? Még ma is élhetne. Szóval maga így látja, hát nem vagyok benne biztos, hogy téved. Kérem, felügyelő úr, ismertesse velem a tényeket, semmit sem tudok. Ez nem lesz nehéz. Az öreg hölgy kedden, vacsora után rosszul lett. Igen ijesztő volt. Rángatózás, görcsök, mit akar. Orvosért küldtek. Mire kiért, a nő halott volt. Azt képzelték, roham végzett vele. Az orvosnak azonban nem tetszett a dolog. Hímelt, hámolt, köntörfalazott, de a végén kibökte, hogy nem állíthatja ki a halotti bizonyítványt. Ami a családot illeti, itt tartunk. Várják a boncolás eredményét. De mi már többet tudunk. Az orvos rögtön leadta a drótot. Ő meg a rendőrségi orvos együtt csinálták a boncolást, és az eredményhez kétség sem fér. Az öreg hölgyet jókora adag strichnin vitte sírba. Aha! Bizony, ronda munka, csak az a kérdés, ki tehette? Nem sokkal a halála előtt kellett, hogy behatják neki. Az első elképzelés az volt, hogy az ételébe keverték, de ez őszintén szólva humbug. Articsóka leves volt, tálból fölszolgálva, halpástétom és alma torta. Miss Barobi, Mr. Delafonten és Mrs. Delafonten. Miss Barobi nak volt egy ápoló nőféléje, egy fél orosz lány, de az nem a családda levett. A maradékot kapta, ami az ebédlőből kikerült. Van egy lány is, de annak meg éppen kimenő napja volt. A levest a kájhán hagyta, a halpástétomot a sütőben, az alma torta pedig hideg volt. Mindhárman ugyanazt tették. De ettől függetlenül sem hiszem, hogy ilyen módon le lehetne nyomni valakinek a torkán azt rihnint keserű, mint az epe. Az orvos szerint egyezrelékes oldatban is érezni az ízét. Kávé? Azzal könnyebben menne, csak hogy az öreg hölgy sosem ivott kávét. Értem, a probléma leküzdhetetlennek tűnik. Mit ivott a hölgy a vacsorához? Vizet. Egyre rosszabb. Fogós ügy, mi? Volt pénze az öreg hölgynek? Igen, jó módú volt, úgy tudom. Persze a részleteket még nem ismerjük. Fontenék viszont eléggé szűkölködnek, az a benyomásom. Az öreg hölgy hozzájárult a ház fenntartásához. Poirot elmosolyodott. Tehát ön Delafontenékre gyanakszik? Melyikükre? Azt nem mondanám, hogy bármelyikükre is kifejezetten gyalakodnék, de hát ez a helyzet. Ők az egyedüli vérrokonok. Szép summa üti a markokat, ebben biztos vagyok. És hát ismerjük az emberi természetet, amely néha embertelen. Igaz, nagyon igaz. És semmi egyebet nem evett vagy ivott az öreg hölgy. Hát, ami azt illeti... Á, ah, voilà! Éreztem én, hogy van még valami, hogy is mondják, a tarsolyában. Leves, halpásétom, albatorta. Csupa betíz, Következzék hát a velő, már mint a dolgok veleje. Ördög tudja, minden esetre tény, hogy az öreg lány étkezés előtt mindig lenyelt egy ostyát. Érti? Nem pirulát vagy tablettát, hanem egy olyan kis rispapír csomagot, amiben por van. Egészen ártalmatlan por, hogy elősegítse az emésztést. Pompás. Mi sem egyszerűbb, mint megtölteni egy ilyen ostját strichninnel és kicserélni egy másikra. Egy korty vízzel lecsúszik az ember torkán, és semmit sem érez közben. Így van, a feneség az, hogy a lány adta be neki. Az az orosz lány. Igen. Katrina Rieger, olyan félig társalkodó nő, félig ápoló volt Miss Barobi mellett. Úgy hallom, folyton utasítgatta szegényt. Hozd ide ezt, hozd ide azt, hozd ide amast, meg a hátam, töltsd ki a gyógyszeremet, szaladj el a patikába, e félék. Ésmeri ezeket az öregasszonyokat, jót akarnak, de igazából rapszolga kell nekik. Poirot elmosolyodott. Hát ez a helyzet, folytatta Sims felügyelő. A dolog nem klappol. Miért mérgezte volna meg a lány? Miss Baróbi meghal, a lány állás nélkül marad, és manapság nem könnyű állást találni. Nincs semmilyen képzettsége. Ám de, vetette föl Poáró, ha az ostyák csak úgy kivoltak téve, bárki hozzájuk férhetett a házban. Természetesen vizsgálódunk szép csöndben, ugye érti? mikor készítették a legújabb adagot, hol tartották. Türelem és rengeteg apró munka, ebből lesz az eredmény a végén. Na, és itt van Miss Baróbi ügyvédje is. Holnap beszélek vele, meg a bankigazgatójával. Sok még a tennivaló. Poáró felállt. Egy kis szívességet kérnék, felügyelő úr. Legyen kedves majd röviden tájékoztatni, hogyan halad az ügy. Nagyon megtisztelne vele. Íme a telefonszámom. Hogy nem, Monsieur Poirot, két fej többre jut, különben is tudnia kell a dolgokról, hiszen maga hozta ide ezt a levelet, ugye? Igazán kedves felügyelő úr. Poirot udvariasan kezet rázott vele és távozott. Másnap délután telefonhoz hívták. Monsieur Poáróval beszélek? Itt szímsz felügyelő. Szép alakul a helyzet, amit tegnap megvitattunk. Valóban? Kérem, mesélj No hát, item egy, és ez aztán jókora item. Miss Baróbi egy kisebb összeget hagyott unoka hugára, minden más pedig Ketrináé lesz. Jóságára és figyelmességére való tekintettel így fogalmazott. Ez igencsak megváltoztatja az összképet. Egy látomás merült fel poháró elméjében. Egy mogorva arc és egy szenvedélyes hang, amint azt mondja, a pénz az enyém. Leírta, ezért így kell lennie. Az örökség nem fogja meglepni Ketrinát. Tudott róla. Item kettő, folytatta Sims felügyelő hangja. Senki más nem nyúlt az ostyákhoz Ketrinán kívül. Ez biztos. A lány maga sem tagadja. Erről mi a véleménye? Mód felett érdekes. Már csak egy valamire van szükségünk, Bizonyítékra, hogy hogyan jutott hozzá a Strichlinhez. Nem lesz nehéz feladat. De egyelőre nem sikerült kideríteni? Még csak épp, hogy elkezdtem. Ma délelőtt volt a halott szemle. Mi lett az eredmény? Egy héttel ellapolták, és az ifjú hölgy, Ketrina, őrizetbe vettem. Semmit sem kockáztathatunk. Lehet, hogy vannak gyanús barátai az országban, akik esetleg megszöktetnék. Nem, mondta Poáró nem hiszem, hogy volnának barátai. Valóban? Ez honnan veszélybe szél, Poáró? Csak egy kis megérzés. Egyéb item, ahogy nevezi őket semmi fontos. Úgy látszik, Miss Baróbi az utóbbi időben játszadozott egy kicsit a részvényeivel. Csinos summát veszített. Elég különös ügy, de pillanatilag nem úgy tűnik, mintha érintené a lényeget. Lehet, hogy igaza van. Nos, fogadja köszönetemet, igazán kedves, hogy felhívott. Szóra sem érdemes, én állom a szavamat. Láttam, hogy érdekli az eset, ki tudja, talán még a segítségünkre is lehet a végén. Mi sem szerezne nagyobb örömet? Például a segítségükre lehetnék azzal, ha előkeríteném ennek a Ketrinának a barátját. De hisz az előbb mondta, hogy nincsenek barátai? Csodálkozott el Sims felügyelő tévedtem, mondta Erkül Poáró. Egy van neki. Mielőtt a felügyelő bármit kérdezhetett volna, Poáró letette a kagylót. Komoly arccal bement abba a szobába, ahol Miss Limenült ült az írógépénél. Munkaadója közelettére a titkárnő felemelte kezét a billentyűkről, és kérdő tekintetet vetett rá. Azt szeretném, mondta Poáró, ha elképzelne magában egy kis történetet. Miss Limon csüggetten az ölébe ejtette kezét. Élvezte a gépelést, a számlák kiegyenlítését, ívek kitöltését, időpontok rögzítését. Ahhoz, hogy hipotetikus helyzeteket képzelje maga elé, semmi kedve sem volt, de elfogadta, mint munkaköre kellemetlen részét. Maga egy orosz lány, kezdte Poáró. Igen, mondta Miss Limon, és közben mód felett britnek festett. Egyedül, barátok nélkül él ebben az országban. Oka van rá, hogy ne térjen vissza Oroszországba. A féle kuliként, ápolónő, társalkodónőként alkalmazza egy öreg hölgy. Maga béketűrő nem panaszkodik. Igen, mondta engedelmesen Miss Limon, aki egyáltalán nem tudta elképzelni, hogy béketűrő legyen bármiféle öreghölgyel szemben. Az öreg hölgy megkedveli magát. Úgy dönt, hogy pénzt hagy magára. És ezt meg is mondja. Poirot elhallgatott. Miss Limon újból egy igent hallatott. Aztán az öreg hölgy rájön valamire, talán valami pénzzel kapcsolatos dologra, meg tudja, hogy maga nem volt tisztességes vele. Vagy valami még komolyabbra, valami orvosság, aminek más volt az íze, valami étel, ami kellemetlen hatással járt. Egy szóval gyanakodni kezd magára, és levelet ír egy igen híres detektívnek, amfán a leghíresebb detektívnek, nekem. Arra kér, hogy mielőbb keressen fel, akkor aztán majd kitör a botrány. Így hát gyorsan kell cselekedni, mielőtt a nagy detektív megérkezne, az öreg hölgy meghal, a pénz pedig maga örökli. Mondja, logikusan hangzik ez? Teljesen logikusan, felelte Miss Limon. Teljesen logikusan, már mint egy orosz számára, ami engem illet, én sohasem vállalnék társalkodó női állást. Szeretem, ha a munkaköröm pontosan megvan van határozva, és természetesen álmomban sem jutna eszembe, hogy meggyilkoljak valakit. Poirot felsóhajtott. Mennyire hiányzik az én Hastings barátom. Micsoda képzelő ereje volt. Micsoda romantikus lelke. Tény, hogy mindig mindent rosszul képzelt el, de már önmagában ez is útmutatóul szolgált. Miss Limon hallgatott. Vágyakozva pillantott az előtte lévő gépelt lapra. Tehát maga logikusnak látja, tűnödött Poirot. Maga nem, Szinte félek, hogy igen, sóhajtott fel poáró. Megcsördült a telefon, és Miss Limon kiment, hogy felvegye. Megint az a Sims felügyelő jelentette. Poáró a készülékhez sietett. Aló, aló! Hogy mondja? Sims megismételte közlendőjét. Találtunk egy csomag strichnint a lány hálószobájában, a matrac alatt. Most hozta a hírt az őrmester. Gondolom, ez el is dönti a kérdést. Igen, mondta Poáró. Azt hiszem, eldönti. Megváltozott a hangja. Hirtelen támadt magabiztossággal tette le a kagylót. Íróasztalához ülve, gépiesen rendezgetni kezdte maga előtt a tárgyakat. Volt valami, ami nem stimmelt, mormolta. Éreztem, nem, nem is éreztem. Lát. Valamit. Ha ne van kis szürke sejtek, mérlegeljetek, gondolkodjatok! Minden logikus volt, minden rendben volt. Az a lány, az aggodalma a pénz miatt, Madame de la Fontaine, a férje, az az utalás az oroszokra, tökkelütött, de hát ő egy tökkelütött. A szoba, a kert. Á, ah, igen, a kert. Kihúzta magát. Szemében megvillant a zöld fény. Felpattant és átment a szomszéd szobába. Miss Limon, volna kedves félbe mindent és elvégezni a számomra egy nyomozást? Nyomozást, monsieur Poirot? Attól tartok, én nem értek a... Poirot félbeszakította. Nemrég azt mondta, minden tud a kiskereskedőkről. Így van, jelentette ki határozottan Miss Limon. Akkor a helyzet roppant egyszerű. Lemegy Charmans Greenbe, és előkerít nekem egy halárúst. Halárúst? kérdezte Miss Limon meglepődve. Pontosan, a halárúst, aki hallal látta el a Rosebank háztartást. Amint megtalálja, feltesz neki egy bizonyos kérdést. Átnyújtott egy papírszeletet. Miss Limon elvette, közönösen konstatálta tartalmát, és letakarta az írógépet. Együtt utazzunk le Charmans Greenbe, közölte Poáró. Maga megy a halashoz, én a rendőrségre. A Baker Streetről mindössze fél óra az út. Megérkezve az ámuldozó Sims felügyelő üdvözölte. Hát ez gyorsan ment, monsieur Poáró, csak egy órája beszéltünk telefonon. Egy kérésem volna önhöz. Engedje meg, hogy beszéljek ezzel a lányjal. Mi is a teljes neve? Katrina Rieger. Nos, ez ellen alig ha merülhet föl kifogás. Katrina még fakóbbnak és mogorvábbnak látszott, mint valaha. Poáró nagyon szeréden szólt hozzá. Mademoiselle, kérem, higgy el, nem vagyok az ellensége. Azt szeretném, ha elmondaná nekem az igazat. A lány szeme dacosan megvillant. Elmondtam az igazat. Mindenkinek az igazat mondtam. Az öreg hölgyet megmérgezték. Azt nem én tettem. Ez az egész egy tévedés. Nem akarják, hogy megkaphassam a pénzt. Reszelős volt a hangja. Úgy fest, gondolta poháró, mint egy sarokba szorított, nyomorult kis patkány. Magán kívül senki sem nyúlt az ostyákhoz. Már megmondtam, nem? A patikában készítették őket aznap délután. A táskámban vittem haza a vacsora előtt. Kinyitottam a dobozt, és adtam egyet Miss Barobinak egy pohár vízzel. Senki sem nyúlt hozzá, csak maga? Igen. Sarokba szorított, de bátor patkány. És Miss Baróbi csak azt tevet vacsorára, amiről már tudunk? Leves, halpástétom, torta? Igen. Reménytelen igen, és sötét, kihamvadó szemek, amelyek semerre sem látnak fényt. Poáró megberegette a vállát. Bátorság, mazel, eljöhet még a szabadság. Igen, és a pénz, a nyugodt élet is. A lány gyanakodva nézett rá. Amikor kivezették, Sims így szólt Poáróhoz: Nem egészen értettem, amit a telefonban mondott. Valami olyasmit, hogy ennek a lánynak volna egy barátja. Van is. Én felelte Erkül Poáró, azzal távozott a rendőrőrsről, mielőtt még a felügyelő magához térhetett volna ámulatából. Miss Limon nem várakoztatta sokáig munkaadóját a zöld macska teázóban. Azonnal a lényegre tért. Rajnak hívják az illetőt, a fő utcán van a boltja, és magának tökéletesen igaza volt. Másfél tucat kereken. Ide írtam, hogy mit mondott. Átadta a papír szeletkét. <sínt> Mély, rezgő hang volt, mint amikor egy macska doromból. Erkül Poáró Rózbenkbe sietett, amint megállt az előkertben, háta mögött a lenyugvó nappal, kisietett elébe Mary Delafontaine. Monsieur Poáró? Meglepetnek hangzott. Visszajött? Igen, visszajöttem. Hallgatott egy sort, majd így folytatta. Amikor először jártam itt, madám, egy gyerekmondóka jutott eszembe. Te mogorva, Mary asszony, hát a kerted hogy van? Szívkagylókkal, csengettyükkel, lányok sorban. Csak hogy ugyebár nem szívkagylók ezek, madám, hanem osztriga héjak. És mutatta őket. Hallotta, hogy a nő felsziszen, és látta, hogy mozdulatlanná merevedik. Tekintetében kérdés bujkált. Poáról bólintott. Meui, mindent tudok. A cseréd elkészítette és otthagyta a vacsorát. Ő is és Ketrina is megesküszik rá, hogy csak azt tették. Arról azonban csak is ön és a férje tud, hogy hoztak másfél tucat osztrigát is. Egy kis meglepetés, la bontantnak. Olyan könnyű strichnin egy osztrigába. Lenyelik, komszá. Csak hogy megmaradnak a héjak, és nem szabad a szemétbe dobni őket, a cseléd még észrevenni. Így hát ön arra gondolt, szegélyt csinál belőlük az egyik virágágyhoz. Ám de nem volt elég héj. A szegély befejezetlen maradt, az összhatás pedig rossz. Elrontja ennek az egyébként bájos kertnek a szimmetriáját. Az a néhány osztriga héj kirít innen, már első látogatásomkor bántotta a szememet. Gondolom, a levélből jött rá, mondta Mary de la Fontaine. Tudtam, hogy írt magának, de azt nem, hogy mennyit árult el benne. Annyit legalábbis tudtam, hogy családi ügyről van szó, felelte kitérően poáró. Ha a Ketrinához lett volna köze, semmi értelme sem lett volna a szőnyeg alá seperni. Úgy értesültem, ön vagy a férje a maguk hasznára megforgatták Miss Baróbi részvényeit, és ő rájött erre. Mary Delapontán bólintott. Éveken át csináltuk, egy kicsit itt, egy kicsit ott. Eszembe sem jutott, hogy észrevenné. Azután megtudtam, hogy detektívet hívott, és megtudtam azt is, hogy Ketrinára akarja hagyni a pénzét. Arra a szállalmas kis nyomorultra. Így hát betették a strichnint Ketrina hálószobájába. Ezzel ön megmenti magát és a férjét attól, amit esetleg felfedezhetnék, és egy ártatlan gyermek nyakába varja a gyilkosságot. Nem volt önben semmi irgalom, madám. Mary de la Fontaine vállat vont, ne felejtsék szeme poáróéba mélyett. Poáró felidézte magában, milyen tökéletesen játszotta a szerepét az első napon, amikor idejött, és felidézte férje szerencsétlenkedését is. Átlagon felüli nő, de embertelen. Irgalom! visszhangozta Mary de la Az iránt a nyomorult, alattomos kis patkány iránt! Csak úgy sütött belőle a megvetés. Erkül Poáró lassan mondta. Azt hiszem, madám, ön mindössze két dolgot szeretett életében. Az egyik a férje, látta, hogy a nő ajka megremeg, a másik pedig a kertje. Körülnézett. Tekintete, mintha bocsánatot kért volna a virágoktól azért, amit tett, és amit tenni fog.